Szép estét kívánok mindenkinek, a nevem Budai Neurosz Réka, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit a hagyományos keddesti germán gyógytudomány webkonferencián. Örülök annak, hogy Csíkszeredától, Rábapatonáig, Kolozsvártól, Szidnyig, minden székelyudvarhelyig, Székelykeresztúrról, tehát azt hiszem, Gyarmat. Hogy ez egy nemzetközi webkonferenciává nőtte ki magát. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk ezen az előadáson. Nagyon köszönöm a visszajelzéseket. Bármilyen kicsi, vagy bármilyen nagy helyről hallgatjuk, legyen a Sydney, vagy Szeged, Tanyavilág. Egy dolog köt össze bennünket, a vágy afelé, hogy egészségesek legyünk, hogy megismerjük a biológiánk működését, és ne csak a konfliktusokat ismerjük meg, hanem azt is, hogy hogyan tudunk ebből kilépni. A ma esti témánk a miasztenia gravis a germán gyógytudomány fényében. Ez a miasztenia gravis, hadd mondjak el ennyi műhelytitkot, hogy hetek óta foglalkoztatja Kareszt. Már kezdtem elbizonytalanulni, hogy mi is ki is ez a miasztenia, mert vele keltünk és vele feküdtünk. De egy nagyon érdekes betegséget fog nekünk feltárni Kareszt. A miasztenia gravis egy olyan betegség, egy olyan autoimmunnak nevezett betegség, ami nagyon ritkán van így diagnosztizálva. 5 plusz-minusz 3 embert érint, ezt Kareszt mondta, hogy így mondjam, hogy 5 plusz-minusz 3 embert érint 1 millióból, tehát 2-8 ember betegszik meg, 2-8 embernek diagnosztizálnak ilyet, 1 milliós populációra vetítve. Teljesen mindegy, hogy ritka vagy gyakori betegség az, de akit ez érint, az nagyon-nagyon jó lenne, hogyha megtudná, hogy ez is gyógyítható, hogy ennek mi a lényege, mi a feladata. Erről Kareszt fog részletesebben mesélni, vagy beszélni önöknek, hogy mi is a miasztenia gravis, hogyan ismerjük fel, milyen konfliktusok okozzák, hogy lehet ezzel bármit is kezdeni, hogy ne ijedjük meg ezeknek a tüneteitől, illetve mit tegyünk akkor, hogyha csak részben ismerünk fel helyzeteket, mert lehet, hogy csak enyhén érintett meg bennünket egy-egy ilyen történet, hogy ne fessük az ördögöt a falra, ez is fontos lenne, Kareszt, mert nagyon gyakran hallok olyat, hogy hallottam erről a betegségről, és mintha már ez is lenne, hallottam arról, és mintha már annak is a tüneteit felfedezném. De ismerős. Azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog az, hogy ismerjük meg a germán gyógytudományt, és az ilyen jellegű betegség kereső üzemmódot le tudjuk állítani, hiszen ha tudjuk, hogy milyen konfliktusok szükségesek hozzá, akkor meg tudunk nyugodni, hogy nekünk van ilyen, vagy nincs. És hát a hipohondriáról egy gondolatot, ez a legegyszerűbben gyógyítható úgynevezett betegség, a germán gyógytudomány ismerete rá a módszer, a gyógyszer és a gyógymód. De mi is ez a germán gyógytudomány, Kareszt? Vannak köztünk olyanok, akik most vannak először itt. Látok olyan neveket is, akikkel még nem találkoztunk. Webkonferencia formájában őket is nagy szeretettel üdvözlöm. Mi ez a miasztenia gravis? Egyáltalán mi a germán gyógytudomány, aminek a fényében ezt a kórképet körüljárjuk? Hát ez átjövök akkor ide, és köszönöm Rékának a bevezetést, puszillag. Itt, amint Réka elmondott, arról eszembe jutott, hogy amikor a tünettan tanultuk az egyetemen, akkor mindenkinek hirtelen eszébe jutott, hogy jaj, nekem is van ilyen. Hú, ilyet én is éreztem. Ajajaj, biztos ez a bajom. Na, ezt szeretném elkerülni. Remélem, hogy egy ritka kórkép ismertetése nem indít el bennünk ilyen agymenéseket, hogy akkor biztos nekem ez van. Én biztos vagyok benne, hogy a tudományos táblázatról már nagyon sok biológiai túlélő programot leteszteltünk, ezeket mind túléltük,
és lám, itt vagyunk, nem jelent semmilyen problémát. A lényeg az lenne, hogy megértsük, hogy ezek a úgynevezett autoimmun, vagy gyógyíthatatlan, vagy ismeretlen kórképek, ezek nem gyógyíthatatlanak. Tehát ha valaki olyat vesz észre, hogy kettős látás, homályos látás, akkor még nem kell rögtön miasztenia graviszra gondolni. Ha már a szemhéja csüng, és úgy alig bírja felemelni, ott már el kell gondolkodni, és hogyha teljesen elfáradok abba, hogy beszélek, vagy nyelek, vagy nehéz az izmaimat mozgatni, úgy, hogy közben nincsenek elsorvadva az izmok, ez egy nagyon lényeges különbség, tehát akkor már lehet tippelni, hogy talán ez a probléma. De én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy megismerjük a germán gyógytudományban a valós okok föltárását, és ha ezeket tudjuk, akkor már a megoldást is meg fogjuk oldani, vagyis a megoldást is meg fogjuk találni, ezt akartam mondani. Szóval, mi az tényleg a gravis a germán gyógytudomány fényében, és akkor ez a germán gyógytudomány természetesen dr. Rike Gerd Hammer nélkül nem említhető meg. Ő nevezte germán gyógytudománynak azt, amit először még új medicina néven hirdetett meg, aztán lett germán új medicina, ez a GNM, és aztán lett germán gyógytudomány, ugyanis rengetegen visszaéltek az új medicina kifejezéssel, és a saját hülyeségeiket árulják ezen a címen, és nem csak Magyarországon, de minden európai országban, sőt Kanadában is van olyan, aki úgy adja el az egészet, mint a saját kutfejéből kipattant valamit, vagy éppen megemlítik Hammer doktort, és utána leintik, hogy ennyi. Szóval én Hammer doktort képviselem minden előadásomban, minden képzésen és minden konzultáción, minden beszélgetésben, mert ez a csodálatos ember, amit felfedezett számunkra, megváltoztatta az életemet, a felfogásomat, és hát pont ezt nem akarják elérni a jelenlegi rendszerben, bár nagy örömmel hallottam, hogy azért orvosok százai nem írták alá azt a felajánlat, hát hogy mondjam, mézes madzagot, amit elhúztak az orruk elől, mert rájöttek az orvosok, hogy a gyógyítás szabadsága a számukra fontosabb, mint a megemelt fizetés. Nos, a gyógyítás szabadsága az, ami nagyon lényeges, és amit el kellene ismerni, persze akkor fogunk tudni a gyógyításban segítkezni, ha egyáltalán tudjuk, hogy az, aki segítséget kér tőlünk, annak a panaszai mögött milyen konkrét ügyek vannak, és hogyha ismerem, hogy mi van mögötte, akkor tudok konkrét javaslatot tenni arra, hogy mit tegyen a beteg, hogy meggyógyuljon. Mert igen, a germán gyógytudományban kérem szépen, a karmesteri pálca az a betegnél van. Én nem tudok a beteg helyett megbocsátani, nem tudok a beteg helyett nem aggódni, nem tudok a beteg helyett nem rágódni, nem gyűlölködni, és nem tudom a beteg helyett helyre tenni önmagam, hogy ki vagyok én valójában, hogy ne a biológiai törvények hatálya alá esett jogi nyelven fogalmazva, hanem kezembe vegyem nem csak az egészségem, hanem az életem irányítását is. Nos, ilyen fantasztikus dolgokra ad lehetőséget, ha megismerjük, hogy hogyan működünk mi valójában. Hammer doktornak ez a mondata nagyon tetszik, és ezért van fönt az új weblapon is, hogy a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. Ez egy nagyon, de nagyon lényeges kérdés, kérem, hogy szívük és józan eszük. Mert ha az nincs, akkor miről beszélünk? Akkor nincs miről beszélni. Szóval szívük és józan eszük legyen. Hammer doktor 35 és 2017 között járt itt a Föld nevű bolygón, most is itt van köztünk, most is segít, súg, és egyszerűen döbbenetes, hogy most már nyelvi nehézség nélkül lehet vele kommunikálni. Én tudom, hogy nem akarok ezotérikus irányokba eltérni, de azért azzal mindenkinek tisztában kell lennie,
hogy a halál az csupán a biológiai testnek a működés leállását jelenti, de az, aki azt a biológiai testet egész földi útján vezette, az viszont létezik, és az halhatatlan. Hammer doktor tragédiája arról szólt, hogy az itt látható fiát, Dirk Hammert, az olasz trónörökös, a szavolyai herceg Viktor Emmanuel 1978. augusztus 18-án éjjel 3-kor tökrészegen két pisztolylövéssel halálosan megsebesíti. A légynek se ártott ez a fiatalember, aludt egy kikötött csónakban egy Cavallo szigetnek a kikötőjébe. Barátai bent mulattak, ő kint pihent, és álmában két halálos lövést kap a csónakon keresztül. 111 napig küzd az apja a gyermek életéért, aki rögtön vigyilkómába esik, és kérem szépen ugyanazon évben, december 7-én, tehát ez a 19 éves értelmes, szeretni tudó, természetet szerető fiatalember meghal az apja karjai között. Nos, ez volt az a történet, ami elindított Hammer doktornak a biológiájában egy értelmes biológiai válasz. Most már ugye ő is tudta meg ez volt az a történet, ami elindította őt a kutatás terén, és hát egy heredaganata lett Hammer doktornak, mint azt tudjuk, amit műtétileg engedett megoldani, már ez 79 februárjában, tehát két hónapon belül már ott volt a heredaganat, és az a lényege, hogy a kemó sugárkezelés nélkül Hammer doktor fantasztikusan rendbe jött. Nos, a történetnek itt nincs vége, mert az, hogy rendbe jött, az azt jelentette, hogy pokoli kínok következtek, és akkor ezt ne feledjük el, hogy a gyógyulás az fájdalommal jár, és amikor teljesen felépül, ismét visszaáll dolgozni, amúgy medicinát végzett, szemészetből írta az államvizsga dolgozatát, belgyógyászatból szakvizsgázott, emellett fizikát is tanult, teológiát is tanult, több osztályon megfordult, pszichiátriai betegekkel is foglalkozott, és a felesége, aki szintén kolléganő volt, és első éven ismerték meg egymást, és fantasztikus szerelembe estek. Nos, ez a gyönyörű és okos asszony, ez mindvégig hűséges társa volt Hammer doktornak, ameddig a biológiája neki is bírta. Szóval 78. december 7-én eltemetik ezt a fiatalembert, és a történet csimboraszója, hogy a gyilkost 13 év múlva felmentik, és Hammer doktor hiába küzd az igazságért, a média, kérem szépen, ez az állítólag független média, az állítólag független bíróság, ez állítólag hozott egy ítéletet. Szóval jó lesz felébredjünk, hogy az igazságunkat nem a bíróságon fogják visszaadni, vagy megerősíteni, hanem az igazság az egy nagyon billegő fogalom a mai időkben. Nem akarok erre részletesebben kitérni, mindenki tudja, milyen időket élünk. Lehet, hogy 5 év múlva meghallgatjuk ezt a webkonferenciát, és akkor már nosztalgiázunk, hogy hú, de akkor milyen jó volt ahhoz képest, hogy most mi van. Minden csak hozzáállás kérdése. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi idők igencsak alkalmasak arra, hogy végre elgondolkozzunk, és a kezünkbe vegyük az életünk irányítását, vagy hát azt fogják velünk csinálni, amit az ember általában az állatokkal, a birkákkal tud tenni. Szóval a germán gyógytudomány felgyújtja a fényt a nagy sötétségben, mert a sötétség nem létezik, a sötétség csak a fénynek a hiánya. 1981-ben Hammer doktor, mivel felépül és egy rákklinikán dolgozik, hát
megkérdezi természetesen a pácienseket, hogy és az ő életükben nem történt a daganat előtt valami nagyon váratlan, súlyos esemény, ami padlót fogtak, köpni nyelni nem tudtak tőle, tehát teljesen magányosan élték, elszigetelten élték meg, és benne ragadtak ebben a történetben. Hát természetesen mind a 200 megkérdezett betegnek a válasza az igencsak nagybetűs igen volt, és ezután Hammer doktor, hát német precizitással megcsinálja ugye az esetek feldolgozását, és közli 1981-ben a rák vastörvényét. Ez magába foglalja a DHS kritériumait. A DHS azt jelenti, hogy Dirk-Hammer szindróma. A Dirk-Hammer, ugye itt van a képen, Hammer doktor, 19 éves halott fia, a szindróma pedig tünetegyüttest jelent, vagyis azokat az ismérveket, amelyek együttesen szükségesek ahhoz, hogy egy daganat elinduljon a szervezetünkbe. De aztán rájött Hammer doktor a továbbiakban, hogy nem csak a daganatokra vonatkozik ez, hanem az összes többi olyan betegségre, idézőjelbe, amelyek mindig egy lelki megrázkódtatás következtében indulnak el, ezek az agy közvetítésével indítanak el szervi választ. Ez kérem szépen egy paradigmaváltás a medicinában. Eddig mindig külső tényezőktől véltük felfedezni a megbetegedésünknek az okát, és imádom az olyan leveleket, hogy én nem iszom, nem dohányzok, sportolok, igen, és így, és úgy, és mégis beteg. Szóval lélek-agyszervtengelyről beszélünk, ne feledjük el, és azok a megbetegedések, tehát amelyek a hiányos táplálkozásról szólnak, vagy extrém diétáról, vagy éppenséggel balesetről, orvosi műhibáról, kemoterápiáról, sugárkezelésről, ezek nem tartoznak ide, ezeknek nem is lesznek az agyban lenyomatai, úgyhogy ezeket azon a szinten kell megoldani, vagy megelőzni, amilyen szinten ezek keletkezni tudnak. Tehát a megdöbbenés, az a félelem, ami eltölt engem abban a pillanatban, amikor valami váratlan esemény történik, na ez az a pillanat, amit DHS-nek, Dirk-Hammer szindrómának nevezünk. Tehát egy olyan konfliktusról van szó, aminek a tartalma egy félelem. Ezért konfliktus. Hát ha valakit valami nagy öröm ér hirtelen váratlanul, vajon belebetegszik? Hát nem hiszem. Szóval a félelemnek az alapja viszont a biológiában van. Mert mi, ha kinézünk az ablakon, és Ausztráliában Gizella kinézottan éppen hajnali 60, tehát akkor azt látja, hogy a természetben minden, ami él, az élni akar. És minden, ami él, tehát a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd. Vagyis, ha valamilyen félelmet éltem meg azzal kapcsolatban, hogy veszélyeztetve van emberi szempontból a kényelmem, a túlélésem, az eddigi bevételem, vagy bármi, ami biztosította eddig számomra a megélhetést, természetesen, hogy ebből már egy konfliktus lesz. Mondom, ha váratlanul él. A konfliktus pillanatában egy nagyon lényeges kérdés, a sinek kérdése. Kialakulnak, vagyis rögzülnek azok a körülmények, amelyek közt én megéltem azt a bizonyos helyzetet. És hogyha tavaly januárban, vagy január végén volt egy elválasztási konfliktusom, és éppenséggel a megoldásban azt éreztem, hogy zsibbadt a bőröm, de nem oldottam fel a konfliktust, nem tudom mitől volt, esetleg antivakarin kenőcsöt adott az orvos, szóval akkor lecsodálkozok rajta, ha az idén megint meg fog ismétlődni. Mert nem lett az érzelmileg lezárva a konfliktus. És itt van mindennek a lényege. Ha érzelmileg zárom le azt, amit én érzelmileg indítottam el, akkor eltűnnek a sinek. Ha ezt nem teszem meg, akkor emlékeztetni fognak. És akkor beszélhetek allergiáról, autoimmunbetegségről, recidiváló betegségekről, mindenről.
Tehát rá kell döbbennünk, hogy ezek a történetek mindig a túlélésről szólnak, tehát értelmes biológiai különprogramok. Értelmes, mert mindig a túlélésről szól. Biológiai, mert a biológiai testünkben keletkezik, és ott is zajlik le. És egy külön program, ami mindenkiben ott van, hála Istennek, de nem muszáj ezeket aktiválni. Ha ezt megértem, és ezt megtanulok úgy élni, hogy nem aktiválom ezeket a külön programokat, akkor természetesen egészséges maradok. Ehhez viszont az első legfontosabb dolog az lenne, hogy lezárjuk békével a napjainkat. Ha ezt az egy dolgot megértenénk, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, akkor már nem tudnánk krónikus betegségekben sem szenvedni. Mindig lesznek megdöbbenések az életünkben, valami nem úgy történt, ahogy elképzeltem, vagy el sem tudtam képzelni, hogy ilyen megtörténhet. Persze, hogy lesz. Esetleg, ha valaki tud erre biztosítást kötni, szóljon. Szóval, vagy ha erre tudnának adni oltást, szóljon. Értjük a dolgot? Ezek olyan történetek, amelyek kivéthetetlenek, de az a kérdés, hogy meddig maradok bent egy ilyen félelem alapú, megdöbbent helyzetben, lelki állapotban. A lélek itt nagybetűvel íródott ugyan, de nem a nagybetűs lélekről beszélünk, az köszöni szépen jól van, az halhatatlan. A magyar nyelv sajátossága, hogy lelki megrázkódtatásról beszélünk. Valójában egy súlyos érzelmi megrázkódtatásról van szó, amiben benne ragadtunk. Az állatoknak is vannak érzelmei. Az állatok is tudnak örülni is, tudnak félni is. És a bennük váratlanul megtörtént félelmek kiépítik a síneket. Ja, ők utána arra nem mennek. Az emlékeztető körülményekre rögtön menekülni kezdenek, gondolkodás nélkül. Érthető? De ők ösztönlények, és őket a biológia, a félelem irányít. Csak az ember, a nagybetűs ember azért ennél szerintem többre képes. Nos, azt nem árt tudnunk, mert ugye vannak olyan megjegyzések, hogy de én nem tudom, hogy mi a konfliktusom. Dehogy nem. Minden ember számára az egyetlen valóság a saját megélése. Ezt értsük meg? Soha nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy én ezzel kapcsolatban mit éltem meg, hogyan fordítottam le magamnak. Mert lehet, hogy van bennem több irányú félelem, de mindenre a válaszom az, hogy szarul érzem magam tőle. Akkor mi lesz a biológiai válasz? Megpróbál megszabadítani a kakitól. Csak nem úgy szoktuk fogalmazni, hogy széklettől beszennyezve érzem magam. Ugye? Önmagunkkal szemben, aztán durván oda tudjuk mondani, hogy milyen marha vagyok, hogy lehettem ilyen hülye, és ugye ezeket a dicséreteket a biológián komolyan veszi. Komolyan veszi. És ha megélem, hogy átvertek, akkor agyvérzés lesz belőle. De lehet, hogy nem az lesz, hanem szarul érzem ettől is magam. Tehát, vagy önleértékelést indítok el. Értsük meg, hogy nincsenek standard kifejezések, amelyek standard programokat indítanak el. Az egyetlen valóság mindig az én megélésem. Ezt jegyezzük meg. És ezt ki fogja tudni elmondani, hogy adott pillanatban mit élt meg? A szomszéd? Anyuka? Valaki más? Vagy a beteg? Na ezért értsük meg a második üzenetét a weblapnak, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Én a tünetek alapján tudok kérdezni, hogy igen, hogy ez volt, ja igen, az volt, rendben van. Neki kell megtalálnia. A tünetek soha nem hazudnak. Ez egy gyönyörű rendszer, mert minden egyes tünet mögött egy megélés adatik. Lehet, hogy sok mindent megéltem egy konfliktusra, akkor sokféle panaszom lesz, hisz hát minél intelligensebb vagyok, annál kreatívabban tudom magamat tönkretenni. Rendben. Azért időztem ennyit az első biológiai természettörvénnyel, mert itt kéne megfogni, itt kéne leállítani minden nap azt a félelmet, amit ma is megéltünk.
keressük meg minden rosszban a jót. Más szóval, a kakiban az aranyat. Tehát előadás után mindenki átmegy aranyásóba, és hálával lezárja a mai napját is, hogy ne legyen a mai konfliktusaiból se egyetlen komoly betegsége sem. Nos, Hammer doktor folytatja a kutatást, ugyanis már az első természettörvény bejelentésénél a kollégák szembefordulnak vele. Megpróbálják csőbe húzni. Tessenek megnézni a 40. eset című előadást, egy méhnyakrák története. És akkor még csak az első természettörvényt fedezte fel Hammer doktor, de már mindenki szembefordult vele. Hiszen érezték, hogy Hammer doktornak igaza van. Utána már tudták is. Mert mindent leellenőriztek, amit Hammer doktor bejelent, és semmire nem tudtak nemet mondani. Senki még Hammer doktor téziseit tudományosan nem tudta megcáfolni, hogy mi a tudomány, a legvégén kitérek rá. A második természettörvényben azt írja le számunkra Hammer doktor, hogy két fázisban zajlik minden értelmes biológiai különprogram, ha megengedem, hogy eljusson a végére. Hát nem. Itt már mondtam, hogy ebben a történetben végig a karmesteri pálca a betegnél van, csak kérdés, hogy milyen partitúra van előtte. A germán gyógytudomány partitúrája, vagy éppenséggel az, amit kapott az onkológián. El lehet dönteni, hogy melyikre hallgatok. Nem kötelező germán gyógytudománnyal gyógyulni. Aki a mai tudománynak nevezett hipotézisek, feltételezések alapján szeretne gyógyulni, próbálja ki. Nekem semmi kifogásom. Értsük meg. Tehát nem lehet a beteget akarata ellenére meggyógyítani, behúzni egy tanfolyamra, hogy gyere velem, ezt neked meg kell hallgatnod. Ez így nem működik. Volt ilyen, és persze a férszünetben elment. Nem érdekelte. Ő neki megvolt a saját világa, a saját elképzelése, és innentől kezdve ebből nem lehetett kiszedni. Tehát a legnagyobb akadálya a saját gyógyulásunknak az önsorsrontó gondolataink, a meggyőződéseink, amelyeket nem vagyunk hajlandóak átírni. A két fázisból itt látjuk a konfliktus aktív és a megoldás követő fázist. Konfliktus aktív fázis nyilván azért olyan hosszú lesz, ameddig én benne csücsülök a konfliktusba. Ez alatt se vagyok tünetmentes, mert a stressz minden örömét élvezhetem. Hogy ketyeg a szívem, hogy emelkedik a vérnyomásom, nincs étvágy annak, aki feszült, ideges, nem tud elaludni, ha elalszik, felébred, hideg a keze, hideg a lába, mert a szimpatikus idegrendszer túlsúlya miatt az erek, azok összehúzódnak. Értjük? Ez itten a lényeg. Az erek összehúzódnak, és hideg lesz a kezem, hideg a lábam. Nyilvánvaló, hogy ez nem véletlenül ilyen magas, ez a kék hullám, kitartó hullám, mert kérdés, hogy mekkora a konfliktus tömegem. Mennyi ideig tart, és végig milyen erősen, milyen intenzitással élem én meg ezt az egészet. Mondtam, lélek-agyszer szinten gondolkodunk, és itt látjuk a konfliktus aktív fázisnak a CT képét. Látja mindenki, remélem, ezt a céltáblát. Ez egy az egybe így jelenik meg a koponya CT-n, tehát ha a koponya alappal párhuzamosan csinálunk felvételeket, réteg felvételeket, ez a tomográfia, tehát ha ilyeneket csinálunk, akkor konfliktus aktív szakaszban ezt a képet fogjuk látni. Ha megoldottam a konfliktust, ugye KM az a konfliktus megoldásának a pillanata, a biológiám helyre tesz mindent, amit átállított itt a konfliktus aktív fázisba, és ez a megoldás követő fázisnak lesz elnevezve. Ne feledjük, már a konfliktus aktív fázisban segítséget kapok, egy biológiai segítséget, a túlélés véget. Hogy az mi, azt meglátjuk a harmadik törvényben. A megoldás követő fázisnak az első része, te jó Isten, te beteg vagyok. Hú,
És én erre azt mondom, hogy bontsunk pezsgőt, mert örülünk. Hát, ez a budai nem normális ezek szerint, mert megjelennek a gyulladás tünetei, és én azt hiszem, hogy beteg vagyok. Igen, mert így tanítottak. De azért lépnek fel a gyulladás tünetei, mert éppen a biológiám helyre teszi azt, amit itt a konfliktus aktív fázisban én elkövettem önmagam ellen tudatlanul. Vagyis megjelenik a kívül a pirosság, a duzzanat, a fájdalom. Így van. Meleg lesz, és nem működik rendesen. Tudja ezt mindenki, akinek már be volt gyulladva a térde, a válla, a csuklója, az ujja, vagy valamelyik ízülete. Ne feledjük, hogy ez az exszudatív fázisnak nevezett rész, azért exszudatív, mert exszudátum, azaz egy folyadék, zárójelbe víz, szövetnet szaporodik föl, ott, ahol a gyógyulás folyik, és természetesen a központban, lélek, agyszer szintén meg. A lélek szintjén mit érzek? Hát megnyugodtam, megoldódott a konfliktusom. Elköltözött a szomszédom. Végre meg tudtam tenni azt, már azt, amit már régóta szeretnék. Feloldották a karantént. Bármi. A konfliktus megoldása az, amikor lelkileg már megoldottam a dolgot, agyi szinten is megjelenik az ödéma, tehát fáj a fejem, és szervi szinten is szenvedek. De nem tart ez örökké. Tessenek megnyugodni, lehet természetesen gyulladáscsökkentőt, fájdalomcsillapítót bevenni, de nem szteroidot, és fájdalomra nem morfiumot, mert az megöl, hanem megengedem a biológiámnak, hogy folytassa, és eljutunk ide ebbe az epileptoid krízisbe. Van egy felszálló, meg egy leszálló szakasz, amit látjuk. A lényege ennek, hogy itt a csúcson a víz, a folyadék kipréselődik az agy részből, és megszűnik a fejfájás. A víz nem csak agyi, hanem szöveti részről is megszűnik, és elkezdem a vizet kipréselni magamból, és több vizeletem lesz, mint amennyi vizet én megittam. És elmúlt a fejfájásom, de hosszú ebetűvel. Nagyon durva tüneteket élek meg a megoldást követő fázisba, annak függvényében, hogy éppen mit raktam helyre. Most nem akarok én ide belemenni a teljességbe, lehet, hogy nagy görcsöm lesz, hogy légzés se lesz problémám, alig kapok levegőt, lehet, hogy ketyeg a szívem 140-en, lehet, hogy leáll a szívem, lehet, hogy epegörcs, vesegörcs, mélyvénás trombózis lesz, bármi, ami ugye ahhoz a programhoz illik. Nyilvánvaló, hogy ha több programot indítok, akkor természetesen többféle tünetem lesz, mert ha elindítok egy mozgással kapcsolatos konfliktust, egy motorikus konfliktust, ma lesz róla szó, és hozzáteszek még egy elválasztási konfliktust, akkor itt egy tökéletes epilepsziás görcsrohamot fogok megélni. Ezért epileptoid krízis, ha szervről van szó, epileptikus, ha izomról van szó, és ha eszméletvesztéssel is jár, akkor epilepszia. Csak hogy tisztázzuk az egyes fogalmakat. Az epileptoid krízis után jön a hegesedési fázis, aminek a lényege, hogy most már tényleg jó a hangulatom, tudok jó lenni, de olyan fáradt vagyok, hogy ihaj. És ez a nagyfokú fáradtság bent tudja tartani bennem újra az önleértékeltség érzését, hogy tessék, nem vagyok jó semmire. Úgy gondoltam, hogy már minden rendben, és még rosszabbul vagyok, mint előtte, mert azért az önleértékelésnél az epileptoid krízisben eltűnik a fájdalom. Másoknál meg ott fog felmenni. Akit a fájdalom érdekel, az talál erről előadást, a fájdalomról szóló webkonferenciát megtalálja természetesen a weblapon. Szóval hegesedésben már csak ki kéne várjam, így karba tett kézzel, hogy most már a biológiám helyre teszi magát, most már néhány nap választ el a teljes gyógyulástól, és meg kéne nyugodja ennek a tudásnak a fényébe, hogy minden rendben van. De nem ezt tesszük, mert nem ismerjük azt,
hogy két fázisban zajlik le az értelmes biológiai különprogram. Remélem, ez sikerült megérteni, de nézzük, hogy mi történik a két fázis alatt. Gondolkodjunk egyszerű józan paraszti ésszel, ezt úgy szoktam bevezetni, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, nem? De bár. A válasz az, hogy de bár, de bár. Ezek a sejtek vagy szaporodni fognak, vagy sorvadni, vagy a működésük fog módosulni a konfliktus aktív fázis alatt. Itt látjuk alatta a nyilakat. A megoldás követő fázisban természetes, hogy ennek a fordítottja történik. Tehát, ha építettem, szaporítottam sejteket, nyilván lebontom a felesleges sejteket, mert egy sejtet se tartok el feleslegesen. Ha sejteket sorvasztottam, akkor azokat visszaépítem. Ha a működést blokkoltam, utána a működést szabadjára engedem, újra helyreállítom. A legegyszerűbb egyenletrendszer, ami létezik a világon. Ennyire egyszerűen működünk. Innen kell elindítani a megértését annak, hogy mi történik a biológiai testemben. Nem a laborértékek döntik el, nem a képi vagy egyéb kiegészítő vizsgálatok. Azok kiegészítő vizsgálatok, úgy, ahogy mondom. De valójában ez a lényege az egésznek, és nem az, hogy milyen enzim, és milyen gén módosult, vagy egyebek. Nem. Sejtszinten gondolkodunk, kérem szépen, mert sejtekből vagyok felépítve, amelyek működnek. Na most mi határozza meg azt, hogy milyen sejtek fognak szaporodni, sorvadni, vagy mikor lesz működésváltozás? Na ezt fejtette meg Hammer doktor, amikor visszalapozott az embriológiába, azaz egyetfejlődésbe, és a harmadik természet törvényben közli, hogy ezek az értelmes biológiai különprogramokban a sejteknek a működése vagy számának a változása attól függ, hogy melyik csíra lemezből erednek. Mik ezek a csíra lemezek? Amikor megtörténik a megtermékenyítés, akkor kialakul egy szedercsíra állapot, mindenki látott már szedret vagy málnát. Nos, ezt képzeljük el kicsibe. Ez a petevezeték külső harmadából beérkezik a méh üregébe, és mielőtt fölvenné a kapcsolatot az anyaméh nyálkahártyájával, ami eddigre teljesen vérbő lesz, vastag lesz, dús lesz, olyan kérem szépen, mint a tavasszal felszántott és elgerebjét föl, csak a magot kell belehinteni. Nos, akkor érkezik ez a mag, mégpedig ebben az állapotban. Itt látjuk sárga, narancs és piros színekkel jelölve a különböző csíralemezeket, vagyis az a sok egyforma sejt átrendeződik. Idegen szóval differenciálódik. Tehát átrendeződik három sejtrétegbe, és ami itt belül van látható, ugye sárga színnel jelölve, hát ez a belső sárga, vajon milyen csíralemez? Hát belső csíralemez, vagy endoderma, akinek így tetszik. Ami kívül van pirossal jelölve, az milyen csíralemez? Hát az külső csíralemez, vagy ektoderma, ha valakinek így tetszik. Ami a kettő között van, az milyen csíralemez? Hát középső, nem? De bár. Tehát az mezoderma. Amint látjuk, ezekből a sejtekből csak bizonyos szövetek, szervek alakulnak ki, és ezeknek megvannak a főnökei. Tehát ami innen az endodermából, a belső csíralemezből származik, azt mindig az agytörzs fogja irányítani. Egy életen át. Azok a sejtek, amelyek a narancssárgából származnak, és ide tapadnak a sárga színnel jelzett sejtsorhoz, ezeket a kisagy fogja irányítani. Amelyek viszont a piros színnel jelzett külső csíralemezhez tapadnak, mint középső csíralemez, új mezoderma, azokat meg az agyvelő fogja irányítani. Ez. A külső csíralemez sejtjei természetesen a pirossal jelzett agykéreg fogja irányítani. És látjuk ennek, ha a röntgenkép alapján megcsináljuk ezt a,
ezt a réteg felvételt, hát grafikusan látjuk itt ugye az agytörzset, itt látjuk a kisagyat, a kettő egybe van, csak itt nincs feltüntetve a kisagy, itt meg csak a kisagy van feltüntetve. Itt látjuk az agykérget és a fehér állományt. Ez a kettő is egybe van, csak itt külön van feltüntetve a fehér állomány, itt külön az agykéreg. Tehát amikor én csinálok itt középen egy metszetet, hát nyilván, hogy beleessék ez is, az is. Én remélem mindenkit megnyugtat, hogy egy életen át az kialakult sejtjeink azt a működést végzik, amire ők hivatottak. Tehát nincsenek vándorló sejtjeik. Nem fog átalakulni egyik a másikba, vagyis ez azt jelenti, hogy nincsenek metasztázisok. Felejtsük el. Ez csak arra jó, hogy újabb diagnózissokkot kapjak, és elveszítsem az utolsó reményemet is abban, hogy esetleg meggyógyulhatok. Kérdés, hogy a protokollnak a repertoáriát nézem, és a protokoll szerint szeretnék meggyógyulni, van 2% esélyem, hogy 5 év múlva még életben maradok. Vagy a germán gyógytudomány szerint szeretnék meggyógyulni, és van 2% esélyem, hogy meghalok, és 98%, hogy életben maradok. Ennyi a különbség. De ne feledjük, a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. A következő ábrán behoztam Hammer doktornak csodálatos tudományos táblázatát, aminek az a lényege, hogy itt most már csíralemezekhez kötötten találjuk meg az értelmes biológiai különprogramokat. Nem szervatlaszban, nem szakorvosi tudással, vagy nem tudással. Nem csíralemezek szerint. Ebben éppen az a gyönyörűség, hogy tudom innentől kezdve, hogy mit kell keresnem. Tudom, hogy mi történik ott. És ha annyit mondok csak, hogy a mélyben minden csíralemezből van valami, vagy a vesében is minden csíralemezből van valami, akkor onnantól kezdve megértem, hogy az, ami ott történik, miért történik. Ez a lényeg, ez a szintézis a lényege a három csíralemeznek. Ezt a fajta gondolkodást kell átvegyük ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan működünk. De van egy jó hírem, a betegnek ezt nem kell tudnia. Nem kell megtanulni a germán gyógytudományt ahhoz, hogy meggyógyuljak. Van, aki azt hirdeti, hogy a megoldás a germán gyógytudomány ismerete. Én annyi embert látok szenvedni tudományosan, hogy ihaj. Még tanfolyam után is. Mert még mindig az agyával akarja megoldani azt, amihez a szívére lenne szükség. Mit mondott Hammer doktor? Orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. Mind a kettőre szükség van. A józan eszünk csak annyira kell, hogy rádöbbenjünk, hogy te jó Isten, ez tényleg így van, ezt én csináltam magamnak. Hú, ez ciki. De én tudom ezt megoldani. Na, ez a legtökéletesebb. Nem vagyok kiszolgáltatva egy másik ember tudásának, nem tudásának, jó szándékának, vagy rossz szándékának. Mert rossz indulat nem a biológiában van, csupán az emberek fejében. Szóval, agytörzs. Láthatjuk, ott áll a... Oda tettem a pöttyöt, agytörzs, sárga oszlop. Falat konfliktus. Mi ez, hogy falat? Hát minden, ami kell a túléléshez. Mi kell a túléléshez? Nem nagyobb fizetés. Nem nagyobb ház. És nem még 3 autó. Egyszerűen. Levegő, víz, táplálék. Fény, hang. Nos, ezekkel remélem mindenki rendelkezik. Ennyi kell a túléléshez. Levegő, víz, táplálék. Tehát bármennyire is átvertek engem, becsaptak, elhagytak, szegényén, hát ezt érdemlem. Igen. Van levegőd? Van vized? Van kajád? Nyugodj meg, nem halsz meg. Csak észhez kéne térni.
A falat tehát minden, ami a túléléshez kell, de ami intelligens vagyunk. Hát ez mindent falatként él meg, igen. A nagyobb házat, az autót, az új munkahelyet, az új kapcsolatot, az átmenőjegyet, ezt meg akarom kapni, meg akarom kapni. Na ebből lesz a falat konfliktus, ami innen a szájtól a végbélnyilásig tartó, húz fel 9 méteres csövön, mindenütt tud valami lenyomatot hagyni. A víz konfliktus a vesét érinti természetesen. De a vese az két dolgot kell megoldjon. Ha túl sok a víznek, ha túl kevés a víz. És ha túl kevés a víz, mit csinálunk? Hát elzárjuk a csöpögő csapot. Gyűjtünk vizet. Akik átélték Ceausescu fantasztikus napfényes időszakát, azok tudják jól, hogy gyűjtöttük a vizet, mert nem folyt mindig. A biológiám is ezt teszi, de csak akkor, ha magányos. Csak akkor, ha az elhagyatottságot, a meg nem értettséget éli meg, vagy a létezés konfliktusát. Mert elvesztettem a munkahelyem, mert nincs miből fizetnem a banki adósságomat. Mert elvitte az árvíz a házamat, stb. 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 De a leggyönyörűbb a társas magány. Aki erről szeretne részleteket, megnézi a veséről szóló legújabb előadást, ami a magányosságtól a labor értékig kiegészítést tartalmazza a címében. Ezek tehát mind itt a sárga oszlopban fognak nekünk értelmes biológiai különprogramokat elindítani. A kisagy és az agy velő narancssárga színnel jelölve, nyilván a narancssárga oszlopban fogják, ott fogjuk megtalálni a rájuk jellemző értelmes biológiai különprogramokat. Itt látjuk fent a táblázatban a kisagy által, középtől lefelé pedig az agyvelő által irányított túlélő programokat leegyszerűsítve. A kisagy a vélt vagy valós támadással, a bemocskoltsággal és gondozási konfliktusokkal foglalkozik. Vélt vagy valós, mert az agyam nem tesz különbséget a valóság, az álom és illúzió közt, de erre már rájöttünk az agytörzsnél is, mert minden falat a biológiai testemnek, amit meg kell kapnom, amiért én sóvárgok. A kisagyjának minden támadás lehet, hogy senki nem vert meg, csak attól félek, hogy... Senki nem borította rám a széklettel teli vödröt, ahogy ez megtörtént a Váci utcában egyszer. Egy ismert személy fejére borították. Szóval nem biztos, hogy konkrét bemocskoltságról van szó, elég, ha végtelenül szégyellem magam, hogy ez a mocsok dolog ki ne derüljön. Hogy hozhattak engem ilyen szégyenbe? És egyáltalán mit pletykálnak rólam a hátam mögött? A gondozási konfliktus meg a túlzásba vitt aggódásról szól. De mit oldottunk meg az aggódással? Csináltunk egy meldaganatot. Gratulálok! Megérte! Az agyvelő az önleértékelésről szóló programokról szól, az önleértékelés, az önpusztítás. Tessenek megérteni. Nem csak érzelmileg érzeni magam a padlón, de ez kihat a biológiámra, lélek, agyszer szint, még mindig erről beszélünk. És ez egy kivételes program, mert itt a konfliktus aktív fázisban elindítjuk a sorvadást. Nem fáj semmi. A megoldásba jön a fájdalom. És a biológiai értelem a program végén fog érvényesülni, mert erősebb szöveteket építek vissza, mint amilyenből elindultam. Az összes többi programnál a konfliktus aktív fázisban van az értelem. Kivéve narancssárga oszlop második rész, önleértékelés, önpusztítás. Az agykéreg által vezérelt programok arról szólnak, hogy birtok és elválasztási konfliktusok. Mi az, hogy birtok? Mindenről, amiről azt hiszem csupán,
hogy az enyém, hogy hozzám tartozik. Megoldásként csak annyit mondanék, hogy üres kézzel jöttünk, és így is fogunk távozni. Az elválasztási konfliktusokhoz pedig annyit fűznék hozzá, hogy csak az öl meg, amit nem tudsz elengedni. A működésváltozásról szóló történeteket a piros oszlop alján találjuk meg. Ide tartozik például a cukorbetegség, az agyvérzésnek nevezett állapot. Azért mondom így, mert ez az orvosi diagnózis különben semmi vérzésről nincs szó, addig, míg baltával fejben nem vernek, vagy valóban el nem pattan egy ér az agyban, mert ez az esetek 1%-a. Az összes többi, hát, akit érdekel, megnézi az agybajok röviden című összefoglalást. Szóval a lényeg az lenne, hogy most már megértsük, hogyha minden ilyen szépen két fázisban zajlik, akkor miért is leszünk mi krónikus betegek? Hát azért, mert nincs a konfliktus feloldva, és nincsen érzelmileg lezárva történet. Amikor el se jutok a megoldásig, az lesz a függő konfliktus aktivitás. És a mai nap tessenek jól megnézni, mert erről lesz szó. Függő konfliktus aktivitás. Ha benne csücsülök a konfliktusba folyamatosan, akkor függő konfliktus aktivitásról beszélünk. És ilyen a cukorbetegség, és ilyen lesz a miasztenia gravis is, amiről beszélek. A policiklikus lefolyás annyit jelent, hogy ugyan végigfutott a program, amint látjuk, de mit ad Isten, újra kezdődik. És megint végigfut, újra kezdődik, és megint végigfut. Na ez az, ami azt jelenti, hogy maga a konfliktus nem lett megoldva érzelmileg. Amikor érzelmileg lezárom, akkor elmúlnak ezek a visszatérő, emlékeztető programok. A függő gyógyulás, az kérem szépen a legdestruktívabb program, amit tudunk futtatni. Ez veri szét a szöveti szintet, ez veri szét az agyi központot, és ettől szenvedünk folyamatosan. Mert ezek a piros szakaszok, ezek szinte egymásba függnek, de mindig újra és újra megtörténik a megoldási szakasznak az elakasztása. Ezért függő gyógyulás. Mindig bejön egy nyavajás sín. Valami elakasztja ezt a történetet, és ez az, amikor elakad a lemezjátszón a tű, és ugyanazt ismételgetjük újra és újra. Ez lesz az, amikor pont nem az lesz a gyógyulásnak az eredménye, ami lenne, ha megengednénk. Akit érdekel, nézze meg az autoimmunnak nevezett betegségekről szóló előadást, mert a függő gyógyulás az az autoimmun történeteknek a melegháza. Nos, a negyedik természet törvényt a harmadikkal szinte egyszerre fedezi fel Hammer doktor, és ez arról szól, hogy mindazok a mikróbák, akikkel mi együtt élünk, bennünk van, azok nem az ellenségeink, hanem azért vannak bennünk, mert segítenek minket abban, hogy megoldjuk a konfliktus megoldása után a szöveti szintű változásokat. Vagyis az agytörzsés a kisagy által vezérelt programokban, a gombák és a gombabaktériumok segítenek lebontani a felesleges sejteket. A baktériumok és a vírusok az agyvelő és az agykéreg által vezérelt programokban segítenek visszaépíteni a hiányzó sejteket. Ennyire egyszerű a történet. De a bennünk levő gombák, gombabaktériumok és vírusok azok, akik segítenek. Nem a kint levők. Ezek nem a barátaink, főleg amit ártó szándékkal gonosz emberek hoztak össze az emberiség megtizedelésére.
azok nem a barátaink. Érthető? Az, ha bekerül valami a szervezetünkben, és minden élő, minden állat szervezetében, hol kerül be valami a külvilágból? Hát itt mi a szánkon keresztül? És hol távozik? A végbélnyiláson. Ez a természetes útja minden anyagnak, ami kívülről jön belénk. Érthető? Ez a természetes út, és ez a csatorna. Ki van képezve arra, hogy elbánjon azzal, ami éppenséggel az egészségünkre káros? Tehát jó lenne megnyugodnunk, hogy a biológiánk képes védekezni. Igen, ezt a védekező képességet tudjuk erősíteni, és tudjuk gyengíteni. Nevezhetjük ezt immunitásnak is, ha így trendi, de addig is létezett a szervezetnek természetes védekező képessége, ameddig ezt a szót, hogy immunitás nem ismertük. Remélem ezzel mindenki egyetért. Nos, az ötödik természet törvényt teszi föl tehát Hammer doktor munkásságára a koronát, mégpedig az, amivel kezdtem, amit már elmondtam, hogy mindennek értelme van, ez a lényeg megértésének a történet. Ez a lényeg, hogy tudjam, hogy ami bennem zajlik, az nem ellenem, hanem értem történik. Nem rossz indulatú, csak elfelejtettem lezárni a programot. Csak elfelejtettem elzárni a csapot. Azt elázott a ház. Hát ennyi. Érthető? Ezzel kellene foglalkozni, hogy lezárjuk békében a napjainkat. És amit mi betegségnek neveztünk eddig, az ennek az értelmes biológiai különprogramnak a része, pontosan a gyógyulási fázisa. Hát nem érdekes? Kinevezem a gyógyulásodat betegségnek, és adok rá gyógyszert, hogy meg ne gyógyulj. Hát ebben van az üzlet. Nos, az izmokról lesz szó. És hát az izmokról azért annyit illik tudni, hogy különböző izmok vannak a testünkben. Vannak, magyar ember balról jobbra megy, vannak a sima izmok. A sima izmok, amint látjuk, orsószerű, egy sejtmagot tartalmazó izomrostok, ezeket mikroszkópikusan láthatjuk, és természetesen, hogy megvan az adott feladatuk. A bélrendszerben másképp néz ki, ott van hosszanti és körkörös. A sima izom van a mély test felépítésébe, ott viszont spirálisan helyezkednek el, mert a kölyköt ki kell csavarni onnan, amikor a szülés beindul. Tehát még a rostok elhelyezkedése is teljesen logikusan, érthetően van összerakva. Aztán sima izmot találunk például a szemünkben, amikor is arról szól a történet, hogy kitágítjuk a pupillát, vagy összehúzzuk a pupillát. Ezek mind-mind a vegetatív idegrendszer irányítása alatt vannak. A vegetatív idegrendszer annyit jelent, hogy autonóm, magától működő autonóm idegrendszer. Csak az autonómiát üldözték a biológiából, ugyanúgy, mint erdélyből. Tehát ez az autonóm idegrendszer tudja, hogy mikor kell tágítani, mikor kell szűkíteni a pupillát. Tudja, hogy mikor, hol van a táplálék, és hol kell összehúzni az izmokat, hogy tovább menjenek. Ez a sima izom. Most megnézzük a haráncsikoltat, ami annyit jelent, hogy itt viszont ezt a haránt csíkoltságot az alkotó elemeknek a rendezettsége adja. És itt nem egy néhány mikronnyi sejtről beszélünk, hanem hosszú-hosszú izomrostról, a sejt maga hosszú, szabad szemmel látható hosszúságot ér el, és több sejtmag van benne. És ezt mindjárt majd részletesebben kifejtjük, ezt viszont az akaratlagos mozgás végrehajtó szerve lesz, ezt a központi idegrendszernek a mozgató központja irányítja. És van még egy főnöke, mindjárt bemutatom. De itt van a szívizom. Ez a legtökéletesebb, ez egy életen át képes működni, mert
többet pihen, mint dolgozik. Rengeteget tanulhatnánk a szélizomtól, ha megnéznénk a szívről szóló előadást. Ebben van haráncsikolt, és van sima izomelem is. Na, ennyit bevezetőt az izmokról, és akkor egy kis részletet a haráncsikolt izmokról. Tehát ez alkotja a vázizomzatot, a testünknek az izmait, amelyek tehát akaratlagosan tudnak mozdulni, mert ha én ki akarom nyújtani a kezemet, megszületett a parancs a mozgatóközpontba, és megy a végrehajtás. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, nyilván az izmoknak nem csak parancsolgatni kell, hogy lódulj, hanem etetni is kell őket. Tehát az izmoknak az ellátásáért, a táplálásáért, hogy megfelelő mennyiségű energia jusson oda, hogy megfelelően az erek nyíljanak és záródjanak. Ehhez viszont a vegetatív vagy autonóm idegrendszer harmonikus működésére van szükség. Na most azt tudjuk, hogy az önleértékelés önpusztítás, tehát az izom sorvadást fog létrehozni. Ha én egy mozgással kapcsolatos konfliktussal lebénítom, leblokkolom az izomnak a mozgékonyságát, akkor ez másodlagosan természetesen izom sorvadáshoz fog vezetni, mert ugye tudjuk, uraim, hogy amit nem használunk, az elsorvad. Tehát, ha nincs feloldva a konfliktus, akkor beindul másodlagosan a sorvadás. Ezért lenne jó egy agyvérzés utáni állapotban gyorsan feloldani mindent, hogy az izmok visszanyerjék működő képességüket. Mondom, működő képességüket. És itt jön a mai nap témája, az izom erő. Az izom erő, ez egy külön szépsége ennek az egésznek, szintén működésváltozás miatt lép fel, épp úgy, mint a mozdulatgátlása, de itt a DHS ereje gyengébb. És az a lényeg, hogy függő konfliktus aktivitásról beszélünk, csókolom. Nézzük csak meg a központokat. Tehát az önleértékelés az izomsorolást indít, mert valahonnan innen elindítok egy programot, természetes. Az izomerő gyengülése, az viszont innen indul, működésváltozás lép föl, ezért itt nem fog ez a dolog addig visszaállni, míg a konfliktust meg nem oldjuk. Rendben van. Természetesen lehet más folyamatban is csinálni az izomerőnek a gyengülését. Kezdetben még vannak visszatérések, aztán a végén, hát valahogy belenyugszik az ember, és úgy marad. Hoztam egy bonyolultnak tűnő rajzot, de nagyon örültem, mikor megtaláltam, viszont leegyszerűsítettem. Tehát itt találjuk a motoros központot, a gyrus precentralis, vagyis az elülső központi hasadék előtt a mozgató központot. Ez a motorikus központ. Aztán jön a thalamus, kérem szépen, annak az a lényege, hogy itt fognak áttevődni ebben a, ez egy ilyen átkapcsolási hely, aminek a lényege, hogy itt minden keresztül megy, minden, ami fentről lemegy, meg minden, ami fentről, lentről fölfele jön, mint érzés. Tehát ez egy hatalmas kapcsolópont. Aztán jönnek a piramis pályák. Ez azt jelenti, hogy az agytörzs szintjén, már lent vagyunk, át fognak menni a túloldalra, látjuk, ezek a rostok, és leérkeznek egészen a gerincvelő előső szarvában levő mozgató neuronhoz. Itt újabb kapcsolás, mondjuk átadjuk az ingerületet egy következő neuronnak, idegnek, aminek a rostja, tehát az axonja elérkezik ide a motoros véglemezhez, és így fog az izom végül összehúzódni. Ezt csak azért hoztam be ezt a képet, hogy lássuk, hogy érzékeljük, hogy itt ez egy nagyon komplex dolog, és nagyon sok helyen sérülhet maga a mozdulat. Blokkolhatom itt egészen fönt, de történhet egy baleset, ami megszakítja a pályát, de történhet egy blokkolás részemről, ami gátolja az izom erő
jelenlétét. Szóval nagyon, de nagyon szép ez a biológia, és most megnézzük, hogy mi is ez a haráncsikolt izomros. Hát ugye mondtam, hogy egyetlen sok magú sejtből épül fel, a hossza 1 milliószor nagyobb, mint az átmérője. Tehát szabad szemmel láthatóak ezek a kis izomszálak, de ezek is további rostocskákból vannak felépítve, aktin és miozin szálak. A lényeg az, hogy lássuk a kapcsolatot, ugye lejöttünk a gerincfelőhöz, ez az előső szarv, innen jön a mozgató ideg, ez viszont az érző ideg, ami hátulról jön, ez az érző ideg. Mert hogy nekem éreznem kell, hogy megszúrták a talpam ahhoz, hogy elkapjam. Tehát ezért van az érző és mozgató mező teljes szomszédságban fönt az agykéreg szintjén. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy hogyan adódik át az ingerület a mozgató neuronról ide a végfácskákra. Látjuk, itt vannak azok a végfácskák, amelyeknek a lényege, hogy az ide érkező depolarizációs hullám, az átadja az információt magának az izomnak. A depolarizáció azt jelenti, hogy megfordul a sejtnek a polaritása, vagyis a töltése. Ugye helyet cserélnek a pozitív és negatív ionok, utána a repolarizációval visszanyerik az eredeti polaritásokat. Na most nem akarok idegen szavakkal itten mindenkit megfertőzni. Annyit kell tudnunk, hogy ez itt az idegsejtnek a vége, ahol azt írja, hogy Schwann-sejt. Ez az idegsejtnek a vége, és az idegsejt végén vannak olyan kis vezikulák, hólyagocskák, amelyekben acetilkolin termelődik, ez különben az első fölfedezett átvívő anyag, ami az idegrendszer és ami két ideg sejt között is kimutatható, mint átvívő, mint ingerület átvívő anyag. Még a 30-as években fedezték fel, Nobel-díjat is kapott érte két tudós. Na most ez az acetilkolin az ingerületet át fogja tudni adni ide, amint látjuk, erre a pontra, az acetilkolin észteráz hatására. De a kérdés csak az, hogy mennyire engedjük meg, hogy ez az ingerület áttevődjön, hogy ez megengedett vagy gátolt folyamat. Mert ha nem tud minden ideg, minden elektromos impulzus átjutni a következő részre, akkor nyilván, hogy gyengül az áramerő, és innentől kezdve gyengébb lesz a hatás. Hát most elektronikában gondolkodva, a kérdés az, hogy van itt egy ellenállás beépítve, vagy nincs. Ha nincs ellenállás beépítve, akkor ellenállás nélkül át tud jutni a parancs, ami még fentről indult el. Tehát gyakorlatilag ez az ellenállás beépítés azt jelenti, hogy mit csinálunk mi. Be fogjuk aktiválni ebbe az átkapcsolásba az acetilkolin szintjének a változását. Mert az acetilkolin szintjének a változása fogja az izomerőt is meghatározni. Vagyis, ha kevesebb az acetilkolin, akkor nem tudom átadni a megfelelő impulzust, ami fentről idáig úgymond le is jött. Szóval, hogy antitestek azok, amik ezt a blokkolást csinálják, ez egy kimutatott tény. Én ezzel nem is vitatkozom. De ki gyártotta le azokat az antitesteket? Nem én gyártottam le? És miért gyártottam le? Na most tüneti kezelésre, tehát mit fog a medicina adni? Hát olyan acetilkolinészterázokat, amelyek segítenek a tünetek eltüntetésre. Mesztinon, miteláz, ubretid, és még vannak ilyen fantasztikus szerek. A tenszilon valójában egy kolinészteráz gátószer, ugye ez intravénásan kerül beadásra 1-2 mg,
És ez gátolja az acetilkolin lebomlását, tehát támogatja az acetilkolin szintnek a szinten maradását, és ebből adódóan hirtelen a beteg látványosan javul. Na, ez a teszt bizonyítja, hogy itt bizony az acetilkolin körül van a baj. Nagyon jó. Csak hogy a kérdés az, hogy leállunk egy tünetnél, vagy megkeressük, hogy ez a tünet mitől alakult ki. Na, itt van a probléma, mert a medicina itt leáll, és kinevezi a problémát ezen a szinten. És akkor ezen a szinten egy életen át lehet, vagy nem lehet kezelni. Nézzük meg akkor, hogy mi a vezető tünet. Az izomgyengeség és az izomkóros fáradékonysága. Ez itten a lényeg, és a leírások szerint ugye lehet generalizált, tehát sok izmot érintő, és lehet csak a külső szemizmokat érintő úgynevezett okuláris miasztémia, vagyis izomgyengeség. És akkor megjelenik a szemhéjcsüngés, meg a kettős látás, megjelenik rágás, gyengeség, nyelészavar, ezeket ugye bulbáris tüneteknek, tehát nyúltagyi tüneteknek nevezzük, megjelenik végtaggyengeség, és most már innentől kezdve kezdhetünk játszani a statisztikával. Így van. Szóval, hogyha tovább lépünk, és megnézzük ezeknek a tüneteknek a hátterét, gyökerét, okát, fokát, akkor fogunk rájönni, hogy a szemhéjcsüngés, a kettős látásnak valójában az érzelmi, fel nem oldott konfliktusa az, hogy senki nem érti meg, hogy nem akarom elnézni mindazt, ami itt körülvesz engem. Ha képtelen vagyok elnézni, az azt jelenti, hogy sorvasztok. De itt nem sorvasztok, itt működést gátlok folyamatosan, mert senki nem érti meg. Szeretném, hogy megértse, de senki nem érti meg, hogy nem akarom elnézni, amit körülvesz engem. És gondolkodjunk el rajta, hogy mi az, amit nem akarok elnézni. Ezt a kupit, ami körülvesz engem? Vagy egyéb olyan dolgot, ami számomra zavaró? Itt vannak a bulbáris tünetek, amit említettem, tehát ez az agytörzs alsó szakasza nyúlt agynak a tünetei, hogy elkent a beszéd, nazális orrhangon beszélek, vagy elfáradok, kifáradok abban, hogy beszélek, mert már nem akarom elmagyarázni, hogy mi van velem. Most már, mert meg se halljátok, hogy nekem mi a fontos. Tehát itt már teljesen feladtam annak a lehetőségét, hogy valaha is engem megértenek, meghallják, hogy mit mondok, és már nem teszek bele energiát, hogy meggyőzelek téged arról, hogy jó lenne a germán gyógytudományt megismerni. Már nem. Már nem mondok semmit. Mert elegem van abból, hogy meg se halljátok, hogy mi az igazság. A nyelés. Vajon mi a nyelés feladata? Hát, hogy továbbítsam, ami a számból a gyomromba kell jusson. Hát ez nagyon egyszerű, ugye? De én már nem akarok több dolgot benyelni tőletek. Elegem van mindenből. Csak gondoljunk bele, hogy hányszor közvetítünk ilyen érzéseket mi a nagyokos agyunkkal a szervezetünk számára. Ezeket azért hoztam, hogy jó lesz ezeket átírni. Arcizom gyengeség, hipomínia, grimaszolás, csücsörítés nem kivitelezhető. Nem tud a beteg csücsöríteni, mert oly gyenge az arcizma, hogy nem tudja összehúzni a musculus auricularis oris, tehát a szájnak a körkörös izmát. Miért? Mert már nem akarok mindenhez jó pofát vágni. Izom fáradékonyság a nyakban. Aki ismeri a test térképet, az tudja, hogy a nyakad igazságtalanságról szól a csipő, hogy nem bírom elviselni. Tehát feladtam a reményt, hogy elhúzhatnék innen a végtagjaimmal. Belefáradtam elviselni ezt az igazságtalanságot, amit műveltek velem. Jobb lett volna inkább gyermeknek maradni, mint felnőni, mert ugye kimutatja a medicina
a csecsemőmirigynek a túltengését az esetek 70-80%-ában természetesen minden megfontolás nélkül kiszedik a csecsemőmirigyet, gondolván, hogy akkor biztos ez az oka. Ja Istenem! Szóval az izomfáradékonyság annak függvényében fog megjelenni egy-egy izomban, külön-külön, törzsizom, végtagizom, stb., hogy milyen mozdulat kötődik annak az izomnak a végrehajtásához, annak az izomnak az összehúzódásához, és hogyha én feladtam a reményt, és belefáradtam ebbe az egészbe, akkor le fogom állítani az izomerő átadását. Amikor meg nem engednek valakit szóhoz jutni, mert senkit, de senkit nem érdekel az én véleményem, az nem csak a légzőizom érintettségét fogja hozni számunkra, hanem az a tüdő rugalmas szövetének is a bontását, építését, ami viszont a tüdőfibrózishoz fog végül elvezetni. Na most még mindig ugye függő konfliktus aktivitásban vagyok. A betegség első 3 évében még leírja a medicina, hogy vannak relapszusok, tehát vannak olyan időszakok, amikor megint jól vagyok. Ezt ő spontán remissziónak mondja. Ugye milyen szép kifejezés. Főleg, ha nem tudjuk, hogy mit jelent. És mitől spontán? Attól spontán, hogy lekerültem a sinekről. Tehát amikor valami meggyógyul, és nem tudjuk rá a magyarázatot, az kérem, az csoda, az spontán remisszió. Semmi csoda nincsen. A csoda bennünk van, és ha leállítjuk ezt a történetet, akkor meggyógyulunk. Tehát amikor átmenetileg megoldja a konfliktusát, vagy lekerül a sínekről, akkor visszatér az ereje. A miaszténiás krízis az a tüneteknek a fokozását jelenti. Na, mikor fognak fokozódni a tünetek? Nem az epileptoid krízisben, mert odáig el se jutottam, csupán csak az akkor, hogyha fokozódik a megélésem, sőt, összegződik a konfliktusoknak a megélése, akkor természetesen, hogy egy nagyfokú gyengeség fog fellépni, éppen úgy, mint amikor a kolinészteráz gátlókat nagy adagban adom be, többet adok, mint amennyit kéne, és akkor erre szerencsétlen betegnek túltelítődnek a receptorai, és fellép az izomgyengeség, és kialakulnak a kis izomrángatózások, vagy görcsök. Na és mellette még nyilván muszkarinszerű mellékhatások, hogy izzadás, vagy hányinger, vagy hasmenés, vagy légzés, gyengeség, légszomj. Ezek atropinnal kiegyenlíthetők, hát aki ismeri a szimpatikus, paraszimpatikus idegrendszerre ható anyagokat, gyógyszereket, az érti ezt az egészet, ezt nem kell a betegnek tudni ahhoz, hogy meggyógyuljon. Csak gondolom néhány kolléga is érdeklődéssel figyeli ezt az egészet, és ő neki ez így érthetőbb, és rögtön helyére tudja tenni, hogy miről beszélek. Ellenjavalt gyógyszerek, tessenek kapaszkodni, antibiotikumok, az aminoglikozidok, azok az antibiotikumok része. Nem csak a streptomicin, a tobramicin, a gentamicin, hanem az ampicillin is. Az eritromicin az már makrolid antibiotikum, és vannak a beta-receptor blokkolók, amit nagyon-nagyon boldogan adunk szívritmus zavarokra. Aztán vannak kinin származékok, amik rontják ezt az egész neuromuszkuláris vezetést. Abszolút ellenjavalt, kérem szépen, a morfium, a penicillamin, a prokainamid, ugye ez ritmus, szívritmus szabályozásra adott szer, és a centrális fájdalomcsillapító. Tehát ilyet nem szabad adni a betegnek. Nos, én úgy gondolom, ha megértettük, hogy mi az, ami elindítja a szervezetünkbe ezeket a tüneteket, ha megértjük, hogy az egyes tünetek mögött mindig ott van az, hogy már belefáradtam, már elfogyott az erőm ahhoz, hogy ezt újra csináljam, hogy újra elmagyarázzam, már teljes mértékben nem tudom ezt
nem akarom elnézni azt, ami körülvesz engem. Szóval ezeket a tüneteket megértjük, és valójában érzelmileg le is zárjuk, akkor ebből is meg lehet gyógyulni, épp úgy, mint a statisztika szerint az első 3 évben történt remissziók során, amire nincs magyarázat. Nos, a germán gyógytudomány remélem ma este is bebizonyította mindenkinek azt, hogy alapon megértéshez, ha megértettem, meg tudom oldani, és ha megértettem és megoldottam, akkor meg is tudom előzni. Na ez az igazi prevenció vagy megelőzés. Erre nem oltás kell, hanem annak az ismerete, hogy hogyan működök, és hogy mit kell tennem azért, hogy ezeket a túlélő programokat ne aktiváljam. Mert azok az úgynevezett betegségek, azok nem a külső tényezőktől függnek, hogy milyen az időjárás, hogy jön a melegfront, vagy nem jön, hanem attól függ, hogy hány sinen van, vagyis hány feloldatlan konfliktuson van. Hogy ez éppen konfliktus aktív, vagy megoldási fázisban van. Aztán tudom halmozni a konfliktusokat, és már ez meghatározza a viselkedésemet. A viselkedésemet, a hangulati változásokat. Nos, ezt kellene megértenünk, vagyis ha feloldottam az érzelmileg elindított konfliktusokat érzelmileg, na akkor beszéltem egy konkrét megoldásról. A germán gyógytudomány, jelzem, tudomány, mert reprodukálható. Ez a tudományosság első és legfontosabb kitétele. Ami nem reprodukálható, az nem tudomány. Tessenek utána nézni, be lehet írni a Google-ba, a tudomány meghatározása, és el lehet olvasni. A germán gyógytudomány reprodukálható. Nos, ezért nem történt meg mai napig se hivatalosan Hammer doktor téziseinek az elismerése. A Trnavai Egyetem, a Nagyszombati Egyetem ugyan elismerte 1998. szeptember 11-én, ugye borított mindent, addigi tudást, mert végre egy egyetem, egy klinika kijelentette, hogy Hammer doktornak igaza van, de a németországi, Tübingeni Egyetem, amire a bíróság kiróta, hogy igenis tessék megvizsgálni, és lezárni végre ezt a veszekedést, hogy Hammer doktornak igaza van, vagy nincs igaza. És a Tübingeni Egyetem mosta kezeit, mint Pilátus a krédóba, hogy ő bizony ezzel nem akar foglalkozni. Hát ez olyan dolog, hogy én szeretnék autót, jogosítványt szerezni, de nem érdekel az ezzel járó tanfolyam, és az ezzel járó oktatás. Hát nem, hát de. Hogy nem mondjak durvább példákat. A mai napig hivatalosan nincs elismerve, mert nem tudják megcáfolni. Ha ez nem lenne igaz, ezt minden egyetemen tanítanák, mint legújabb hipotézist. Kérem szépen, a germán gyógytudomány megváltoztatta az én életemet. A germán gyógytudomány felismerése oda vezetett, hogy én szakítottam azzal a gondolkodással, amivel nem tudtam a betegeimnek segíteni. És már a bevezetőben szóltam, és még egyszer elmondom, a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Ha egy házastárs nem hajlandó a józan paraszti eszét elővenni, kinézni az ablakon, és megállapítani, hogy minden, ami él, az élni akar, akkor nincs kivel beszélni. El kell fogadni, hogy nem hajlandó az eddigi tudását felülírni, mert a személyiségét a tudásához köti. És ha az nem úgy van, akkor ő megszűnik létezni. Na itt jön be az azonosultságok kérdése, amit illik helyre tenni. Amit illik helyre tenni, és nem belehalni. Én köszönöm mindenkinek a figyelmét, a kitartó figyelmét. Remélem sikerült a miasztenia graviszon kívül még néhány ébresztő gondolatot is beleszőnöm az előadásba, és ha csak egy ember volt, aki
akiben elindított egy másfajta gondolkodást ez a mai előadás, akkor már érdemes volt megtartanom. Nagyon köszönöm a figyelmet!